Zsadányban az a hír járja, hogy a falu környékén volt egykoron a hunok királyának palotája. Sőt, talán itt temették el Attilát. A helyi polgármester be is akarja bizonyítani ezt, több szakembert keresett már fel, de mindig csak megmosolyogták. Pedig lehet, hogy tényleg Zsadány környékén valahol a föld mélyén lapulnak Attila régóta keresett kincsei. Dudás Árpád, Zsadány polgármestere azt állítja, ő bizony megfejtette a nagy rejtélyt, ami eddig egy tudósnak sem sikerült. Egyszerű matematikai számításokkal, egy iskolai térkép, valamint egy műanyagvonalzó segítségével egyszerűen kiszámította, hol nyugszik Attila, a hunok királya. Hát ugye ezt megmérhetjük, ez gyakorlatilag 11 cm ezen a térképen, 11,5 cm, és hát itt a méretarányokat, hogyha megfigyeljük, akkor 500 km éppen 11,5 cm. Tehát nem volt nehéz, azt jelenti, hogy az 500 km-t elosztottam 13 nappal, és az 38 km. Nos, valahogy így kalkulált az amatőr történész. Attila sírja szerinte csakis Békés megyében, egészen pontosan Zsadány település mellett található. A magyar tudósok szerint viszont a Morava folyó partján mentek végig, és átkeltek a Dunán a Morava folyó torkolatánál. Én a Priskos-rétor leírásával cáfolom a magyar tudósok kezirányú véleményét. A polgármester azt is megmutatja, és ezt már egy másik katonai térképen, hogy hol vannak azok a királysírok, melyek mélyen bizton megtalálhatók a hun kincsek. Dudás úr állítja, felbecsülhetetlen értékű leletek vannak a föld alatt. 20 ezer kilogramm arany, ami mondjuk 1 milliárd dollár legkevesebb, ennek az eszméértéke akár 10-szerese is lehet, tehát akár 10 milliárd dollárnyi vagyon is lehet ott, ahol Attilának a családja el van temetve. Dudás úr azt mondja, ő nem beszél a levegőbe. Megmutatja hát, hol is vannak azok a bizonyos királysírok. Tőlünk gyakorlatilag délre pár száz méterre található az a feltételezett királysír, amit én legjobban javasolnék először feltárásra. Megtámadjuk hát, csak így gyalogosan, a legmagasabb dombot, ahol állítólag a középkorban egy temető és egy templom állhatott. A kincskereső polgármester szerint itt azonnal el lehetne kezdeni a kutatást. Itt, ahol most állunk, ha ezt a dombot megvizsgáljuk fémkereső detektorral, ami legalább 10-12 méter mélységbe lát, akkor nagy mennyiségű használati tárgyat, fém használati tárgyat kellene, hogy találjunk, amennyiben az én teóriám igaz. Ez a fém használati tárgy általában ezüst és arany. A gödöllői kultúrökológia professzor szerint a zsadányi polgármester meglepően jó helyen keresgél, de azért néhány dologról nem szabad megfeledkezni. Valószínű nehéz lenne egy mai folyó, egy szabályzott folyó medrében megtalálni, hiszen alig van olyan magyarországi folyó, amely az egykori medrében folyik. De térjünk csak vissza Zsadányba. Ez itt a Korhány patak, ami most így áprilisban inkább csermelynek látszik. A mögöttem található Korhány folyó az a folyó, amelynek medrében valószínűleg megtalálható Attila sírja, sírhelye, és hát feltételezésem szerint innentől számítva a kanyargós medrében jobbra-balra egy 2-3 kilométeren belül lehet ez a sírja. A falubeliek igencsak kétkedve fogadják ezt a feltételezést. Mostanában terjedt el ez a hír, hogy valahol itt lehet a sírja, úgyhogy eddig nem igazán volt róla. És valaki lehet csak kitalálta. Tisza Istvánnak a sírja van Gesztén, így tudom. Hallani hallottam, de én megmondom őszintén, nem hiszem, úgyse. Pedig a falu lakóinak igencsak jól jönne, ha itt elkezdődhetnének az ásatások. Természetesen ezeket a királysírokat aprólékosan régészeti módszerrel nem lassan, több év alatt lehetne feltárni, és legalább évente 100-150 embert lehetne ebben a közmunkaprogramban foglalkoztatni. A polgármester szerint csak néhány 100 millió forint kellene ahhoz, hogy elindulhasson a gigászi közmunkaprogram. Sokak szerint, ha ezt Attila hallaná, forogna a sírjában, de vajon hol?